minden magyar halottból kimutatták a H1N1-nek azt a változatát, amelyel szemben az oltóanyagot előállították. Arra jutottak, hogy a felnőttek tömeges, szelektálatlan oltásának nincs értelme. Ezzel az influenza vírussal szemben az oltás ér valamit. Lemondattam be magam, és nem is fogom beoltatni magamat. Ez a mutáció. Ez annál valószínűbb, minél nagyobb a járvány. Jó estét kívánok! Világméretű járvány, pánik, veszedelem vagy óriási biznisz? Oltassunk vagy ne? A világon már több ezeren haltak meg a vírus a H1N1, illetve annak szövődményei következtében. Oltatni vagy nem oltatni? Ez a dilemma, és ezekben ketté is osztotta az országot. Mindenki érzelmileg dönt, erről faggatom ma a vendégeimet, mert engem is érint, és mert érdekel. Pártok alapján oltatunk vagy nem oltatunk? Ez már az orvostársadalom szégyene szerintem. Politikai kérdés nem lehet az influenzából csinálni. Ez egyfajta figyelemelvonás arról, hogy gazdasági válság van. És azt hallom, hogy C-vitamin, meg hallom, hogy homeopátia, meg mindenfajta cseppek. Hát elnézést, mert kicsit ki vagyok borulva, az lóktartsai. Első vendégem sokat vívódott a nyilvánosság előtt azon, hogy beoltassa magát, vagy sem, még nem tudjuk, de ez nem csak az ő dilemmája volt, mindannyiunk dilemmája ez, és ez nem kell hipohondernek lenni a vendégem, tehát Csonka András. Szia, Bandikám! Szia, hát figyelj, azt én olvastam, az vagyok, akkor ez rögtön te hiponder vagy, téged, de ezt te már elmondtad magad. És azt is el kell mondom neked, hogy bár hiponder vagyok, és nyilván megvédem magam, vagy próbálom megvédeni magam mindentől, amitől csak lehet. Mindezekkel együtt az elmúlt években én nem oltattam be magam influenza vírus ellen. Úgy gondoltam, hogy talán az az életmód, amit én élek. De... Milyen életmód, drága? Hát minden reggel 400 emberrel fogsz kezet a televízióba, és 20-an tüsszögnek rád a stábban. Igen, tulajdonképpen magamnak sem tudtam megmagyarázni, hogy miért nem, de azt is el kell mondanom, hogy nem voltam influenzás évek óta. Mondjuk egy nyomót. Tehát az egy nagyon jó helyzet volt, és nagyon nagy örömmel töltött el, ugye, mint hiponder. És hát valóban nagyon nagy vívódásban voltam, mert már a mexikói képek is ugye egyfajta pánikot keltettek, bennem is, meg ugye nyilván az volt a cél, hogy a világ polgáraiban. És aztán ahogy közeledett, akkor kezdtem igazán gondolkodni, és igazán nem tudtam eldönteni. Mint közismert embert is kérdezlek, hogy nyilván többen kérdeznek meg. Én például többször megéltem azt, hogy mert nem tudnak az emberek dönteni, én is komoly dilemmában vagyok, több dologgal, és ez majd ki fog derülni. Ezért megkérdezek, hogy és te mit csináltál? Akkor mit tudsz mondani? Kérdezem ezt úgy, hogy azért egy picit morfondírozok is azon, hogy vajon mennyi a felelősségünk abban, hogy mit mondunk. De hát hazudjunk, vagy ne hazudjunk? Nem, semmiképpen ne hazudjunk. Óriási felelősségünk természetesen, de most ebből a szempontból kit kérdezünk meg, az is egy felelősség önmagunk felé. Ugye megkérdezhetjük a barátainkat, az utca emberét, bárkit, mint ahogy én közösségi oldalon fel is tettem a kérdést, hogy akkor most nem tudom, mit évő legyek. Ez most lehet egy játék része az egésznek, és valóban egy ilyen megerősítés vagy gyengítés, de engem sokkal inkább az zavart, hogy akikben igazán megbízom, ugye egy hiponder kiben bízik meg igazán, az orvosokban. Uh-huh. És valóban megbízom bennük, nyilván vannak állandó embereim, akikre még jobban megbízom, de igazából az zavart, hogy ők nem tudtak nekem biztosat mondani, és ők nemhogy elbizonytalanítottak, hanem egymással vitatkozva, egymással rá tromfolva, érvelve, érveket felsorakoztatva, még jobban elbizonytalanítottak. Ez zavart nagyon. Mondd, és ahhoz mit szóltál a hírekben, azért az is megjelent, és én ott egy pillanatra megállt bennem az ütő, amikor megtudtam, hogy 150 ezer forinttal büntethető az az orvos, aki egyébként azt mondja, hogy ne oltasd be magad. Hát akkor ez, igen, most ehhez képest volt olyan kollégám, aki elmesélte nekem, hogy úgy ment le a rendelőbe, hogy beoltatja magát, és el is jött onnan, hogy nem oltották be. De azért, mert meggyőzte az orvos. Tehát az orvosnak nyilván kötelessége mindent elmondani pro és kontra, de hát nem tudom, tehát hogy lebeszélni azért ez mégis egy kicsit túlzás. Tehát mindenről hallottam, ez volt az egyik, ami nagyon zavart. A másik, ami borzalmasan idegesített, az a fajta hihetetlen nem pánik, hanem hisztéria, ami körül az egész körül kialakult, és ami a legeslegjobban idegesített és bosszant, hogy mindezt igyekeztek politikai színezetben feltüntetni, és az a megosztottság, az országot egyébként is jellemzi, sajnos. Az most teljes mértékben, ugyanúgy pártok alapján oltatunk, vagy nem oltatunk, ez életveszélyes. Fogunk beszélgetni ma még a mellette és az ellene érvekről, a tévhitekről is fogunk beszélgetni, és a politikáról is fogunk dönteni, illetve beszélgetni, bocsánat, de most először nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi is ez a vírus. H1N1 egy új világszerte emberi megbetegedéseket okozó influenza vírus. Ilyen gyors, ilyen rapid lefolyás, ennyire agresszív vírust nem láttunk. Annyira tönkreteszi a tüdőt, hát ugye vérzéses tüdőgyulladás, tehát
igazából szétszedi a tüdőt. Ezt az új kórokozót az emberben először az Egyesült Államokban mutatták ki 2009 áprilisában. Ezt követően Mexikóból és Kanadából jelentettek súlyos, sok esetben halállal végződő eseteket. Senki nem tudja megmondani azt, hogy miért hal meg néhány nap alatt egy 28 éves, korábban teljesen egészséges fiatalember. A vírus emberről emberre terjed. A vírussal foglalkozó kutatások eddig nem mutattak ki a szezonális influenza fertőzési útjától különböző terjedési utat. A vírus terjedésének leggyakoribb formája a köhögés és a tüsszentés. Magyarországra egyértelműen a repülővel érkező külföldi utasok hozták be valamikor nyáron. Ezért egyszerűnek tűnt az, hogy a Szent László kórház legyen az a központ, ahova a repülővel érkező beteg, lázas, köhögős, olyan utasok, akik akkoriban a járvány területéről érkeztek, ide Budapesten a László kórházba érkezzenek. Szlávik úr volt az első, aki ilyen beteget kezelt az országban. Szerinte a halálos vírus egy barátságos kórokozó. A jelenlegi H1N1 vírus, ami a földgolyón kering, egy aránylag jó indulatú vírus. Ezt azért tudom mondani, mert nagyon-nagyon sok megbetegedést okoz, és aránylag kevés halálesetet. Ami Magyarországon jelenleg van, egyelőre ez a néhány halálosan végződött betegség, ez kevés. A korábbi járványok, különösen az idősek között több száz, több ezer halálesetet okoztak. Tehát azt tudom mondani, hogy ez egy jó indulatú járvány. De ezek fiatal emberek, ezek terhesek, ezek korábban egészséges emberek, és ez az, ami miatt meg kell gondolni azt, hogy tényleg érdemes lenne mindenkit beoltani, és akkor ez a probléma abszolút nem lesz. Ez az azok, amiért a média felkapta az eseményeket. Ma már eljutottunk odáig, hogy egyes termékek reklámozásánál sem riadnak vissza ezt felhasználni. Sziasztok, sziasztok! Csak nem a Mikuláshoz. De. Mielőtt bemegyünk a Mikuláshoz, megmossuk a kezünket ilyen fertőtlenítővel. Jótékony mozgalmak is elindultak ezzel kapcsolatban. Hiszen a gyerekek védelme érdekében is azért, hogy ne érje őket csalódás, speciális Mikulás ünnepségeket szerveztek, melyeken a résztvevők fertőtlenítették kezüket, és orvosi maszkban érintkeztek a fehér szakállú télapóval. Teljesen általános példa volt, hogy ide szóltál hozzám az egyik pillanatban. Az egyik pillanatban azt érezted, hogy inkább nem, amikor az orvos beszélt, majd hát utána azt mondtad, hogy a doktor úr, hogy de mégiscsak nem, igen, az ő, az, veszélyes, az ő nem nagyon beszél. Értelmesen és nyilván okosan beszélt, de ettől nem lettem okosabb, amit mondott. Először elmondta, hogy ez egy nagyon gyenge kis vírus, és sokkal többen haltak meg a régi hagyományos influenza vírustól. Aztán a mondat végén azt mondta, hogy na de aki viszont beteg lesz, az viszont meg, nagyon durván. Tehát akkor most ezek után, jó, érzelmi döntést hozunk, ez azért napnál világosabb, nem? Én elvárnám azt, hogy a szakemberek ebben a kérdésben azért mégiscsak egységesen lépjenek föl, vagy tárják fel valóban azt a képet, ami, vagy tárják elénk azt a képet, ami a valóság. Tehát, hogy ne dramatizáljanak, ugyanakkor ne is hallgassanak el semmit. Mikor kellene az őszinte szó, ha nem ilyenkor? Neked mik a konkrét félelmeid? A konkrét félelmeim az, amivel hisztérikusan pánikot keltettek, például az oltást követő mellékhatások. Nekem ezek a konkrét nagyon nagy félelmeim. Konkrétan olyat hallottam, hogy valaki, sőt mondták nekem, megint kollégáról kell beszélnem, akinek az egyik ismerős állítólag az oltást követően tüdőemboliát kapott. Aha. Akkor olyan is volt, aki esetleg, mondjuk ezt nem hallottam, ezt csak olvastam, hogy esetleg le lehet bénulni. Tehát ezek azért az én hipohonder agyamnak ugye nem túlságosan jó hírek. És akkor elfantáziáltal az, hogy melyiket szeretnéd jobban. Így van, hogy melyikkel járnék esetleg jobban. De tehát nagyon, nagyon erősen, fiszttalan erősen aláhúzták ezeket a mellékhatásokat, amikor az oltás következtében jelentkezhetnek. Ugye nem beszélek akkor a higanyról, nem beszélek akkor rengeteg. Ezekről mind szót ejtünk később szakemberek, igen, segítségével, tehát meg fogunk próbálni neked segíteni egy picit, de azért nézzük meg a hétköznapi félelmeinket, mert olyannál nőtte magát most már ki ez a vírus, mint egy gólem. Íme, mik a leggyakoribb félelmek? Én nem oltattam be, mert én nem félek a vírustól. Nem oltattam be magam, és nem is fogom beoltatni magamat. Határozottan kijelentem, hogy én nem látom a vakcinák a jótékony hatását. A hit sok mindennek értelmet ad. Ez a fiatal lány éppen ezért magát a vírust egy olyan szükséges rossznak tartja, melynek következtében valami jó eljövetele történik majd itt, a Földön.
a hívő keresztény ember tehát olvassa a Bibliát, olvassa a Jelenések könyvét is, és ebben nagyon sok szó esik ugye az utolsó időkről, amikor a Jézus második visszajövetele fog megtörténni. Ezt, mint keresztény ember, ezt várja, és az utolsó időkkel kapcsolatban azt írja a Biblia, hogy megsokasodik és elszaborodik a bűn, lesznek háborúk és lesznek járványok, betegségek. A lány szerint ez egy ugyanolyan influenza, mint ami eddig terjedt. Félelem nincs benne, hiszen, mint mondja, a hívő embert a felsőbb erő nem hagyja ebben a korban megbetegedni. Egy biztos, alig ha van még egy olyan betegség a világon, amivel kapcsolatban ennyi összeesküvés elméletet hordtak össze. Gréti is számos olyan elképzeléssel találkozott, amelyek az emberi fantázia határtalanságát mutatják. Ez egyfajta figyelemelvonás arról, hogy gazdasági válság van, és igazából annak ellenére, hogy az embereknek nincs pénz, muszáj, hogy költsenek az emberek, mert ezzel is ugye pénzhez tudnak jutni emberek. A földnek a gabonakészlete és a vízkészlete rohamosan fogyóba van, és igazából a második világháború óta nem voltak járványok, nagyobb háború sem, ami úgy megtizedelte volna az embereket, és lehet, hogy ez egy felülről irányított dolog. Míg mások sorban állnak az oltásért, Szántó István a kulináris élvezetekkel egybekötött védekezésre esküszik. Hagymában és fokhagymában lévő hatóanyagok a régi ókori leírások alapján kiválóan hatnak a ilyen bakteriális vírusos betegségekre. Láthatjuk, ahogy István fájdalommentesen, ám annál nagyobb élvezettel juttatja szervezetébe a természet adta incsiklandozó ellenanyagot, melyre még egy kutya sem mond nemet. A vakcinával szembeni ellenérzéseit személyes véleményével is alá tudja támasztani. Nem csak a gasztronómia az elutasítás oka, komoly érzelmek is állnak e mögött. Egy pénzügyi háttere van nekem a H1N-es hisztériának, amit abszolút nem értünk, illetve számomra nem értek, hogyha az államnak ez érdeke, hogy ne legyen ennyi beteg és ne legyen ennyi gond az egészségügyel kapcsolatban, akkor ez miért nem lehetett volna ingyenesen, vagy sokkal kevésbé finanszírozott, sokkal nem finanszírozással adni az embereknek. Szántó úr szívesen felkapargatná a felszín alatt lévő igazságot. Mi az, amit hallunk, és mi az, ami valóban megtörténik? Régebben is voltak különböző járványok, amik miatt kaptunk oltások a gyerekkorunkban, és mindenféle ilyen nagy csimbum cirkusz, amit rendez a kormány és rendez a népegészségügy ezzel a vakcinával kapcsolatban, ez nem volt. Emberek nem hullottak úgy, mint most a híradásokban szereplő információk alapján. Amiben nem hiszek. Két korosztály mégis egy valamiben konzekvensen egyetértenek. A vakcina nincs kipróbálva, jövőbeli hatása bizonytalan. Dr. Czeisel Endre a vendégem, asztaltársaságunk bővült, és az a dolgunk, jó napot kívánunk, doktor, hogy majd az Andrást is meggyőzzük, meg engem is, meg az érveket, meg az ellenérveket egymás mellé tegyük. Két szélsőséges példát mutattunk, de nem ismeretlen hangot. Tehát te rögtön azt mondtad, András, hogy igen, te ezt mind a kettőt ismered már, tehát ilyet is hallottál. Hát te tudod, hogy hány e-mailt kaptam, ezeket az irányzatokat képvisel, így van. Tehát szélsőségesnek tűnik, mégis nagyon sokan gondolják ezt, hogy itt valami irányító dologról van szó, itt valami olyan vírusról, ami egyébként eddig is volt már, majd csak túl leszünk rajta. Ön nagyon élesen nyilatkozott ez ügyben. És hát nagyon rossz kedvűen hallgattam ezeket. Én tudtam, hogy maga ettől rossz kedvű lesz, nem titkoltan, ezt is vártam igazából. Hogy mondjam, mert... ezek valami olyan förtelmes hiedelmek, amivel az embereket meghűítik. Ilyeneket mondani, hogy nem próbálták ki. Magyarországon 1961 óta van influenzaoltás. 21 millió embert oltottak be. És semmifajta jelentős... Azon kívül, hogy esetleg a szúrás helyén egy kicsit piros lesz, hogy hőemelkedés, nagyon-nagyon ritkán allergiás reakció. Bocsánat, ez a vakcina, az eddig ismert vakcináktól mennyiben tér el? Mert én például, szerintem ezt sokan tudják, mindenki azt mondja, hogy ez egy vadonatúj oltóanyag, még friss, senki nem tudja, hogy még mi lesz a következménye. Hát nézze, ugye volt a ázsiai 57-58, volt a hongkongi, aztán 62-63, ezekben a vírusokban, mert hogy alkalmazkodik a
környezeti feltételekhez vannak minimális. Tehát mondjuk, ha elképzel egy DNS darabot, hiszen a vírus egy DNS darab, és ott egy betű megváltozik, de a lényege ugyanaz. Például én tudom azt, hogy amióta influenza vírussal kutatás folyik, például a magzatban fejlődési rendellenséget soha, sem állatban, sem emberben nem okozott. De tudja, olyan nehéz azért... Szóval én ne értse félre, én tisztelem az embereket, de ilyenkor azért úgy teljesen kiborulok, hogy most nekem ezzel kelljen vitatkoznom, amikor totál baromságokat mondanak. Hanem annyira olyan mértékben, és ezt továbbra is fenntartom, hogy érzelmi döntéseket hozunk ez ügyben, ugye a laikus ember nem tudja mihez kötni ezeket a fogalmakat, amiket hall orvosilag. És hát bocsánat, amiről ugye teljesen jogosan mondja, hogy felháborítja, hogy a közemberek így nyilatkoznak, de ugyanakkor az hogy létezik, hogy most ebben az évben ettől a vírustól kezdődően az orvostársadalom is olyan határozottan képvisel bizonyos álláspontokat, ami szintén pro és kontra bizonytalaná tesz minket. Miért? Jó, hát ez már az orvostársadalom szégyene szerintem. Az de miért lehet így? Nézze, egyrészt ennek nagyon sok magyarázata van. Egyrészt azért a rendszerváltásig, ha egy orvos csinált valami hibát, azt eltussolták, aztán kifizette esetleg a kórház. Na most ugye a rendszerváltás óta az orvosoknak az első gondolata az önvédelem. Nehogy valami olyasmit mondjak, olyasmit tegyek, aminek aztán esetleg következményei lennének. A másik ez a politikai megosztottság, hogy aki ott van, annak az azt hiszi, hogy hivatalból kell lejáratni egy programot. Hát a harmadik a tudatlanság. Az a tudatlanság... De ez fantasztó, amit mondna az orvosok tekintetében, mert igen, az orvosokra azt mondja, hogy az orvosoknál ez tudatlanság ezt okozhatja, akkor én ezt, most akkor mire bízom magam, bocsánat. Én is ezt gondolom. Szóval én most mélységesen, mindig én azt hittem, hogy mi magyar orvosok jó orvosok vagyunk. Hát most azt most gondolom, ezért magát meg fogják követni. Hogy kövessenek. Hát jó, hogyha egyszer én így gondolom... De én azt szeretem, hogy gondolom, maga vállalja véleményét. Én úgy gondolom, hogy ez tényleg szégyen, hogy ennyire nem követik a nemzetközi szakirodalmat, hogy ennyire nem olvassák el az Egészségügyi Világszervezet felhívásait, hogy ma én egy rendelésből jövök, genetikai tanácsadásból, ma 4 várandós volt nálam, Miskolcról például, akinek azt mondta a szülészorvos, hogy ne oltassa be magát. Akkor, amikor a WHO jelentésben ott van, hogyha egy várandós beteg lesz, minden hatodik meghal. És hát ezt látjuk, hogy bizony az ember. És akkor most az orvos ezt hogy fogja elszámolni a lelkiismeretével? És hogy fog elszámolni a lelkiismeretével az az orvos, azt a 21 éves lány, aki meghalt a Kútvölgyibe, mert az orvos azt mondta, hogy ne oltassa be. Hogy fog elszámolni? Hogy lehet az, hogy az orvosi kamara erről nem... Hát azért itt azért lemaradt, mert azért már a szülészeti kollégium, az immunológiai kollégium, külön-külön, az igen, infektológus kollégium mindegyik állást foglalt, hogy oltani. De ez csak mostanában? Hát mostanában, halálesetek után. Későn, ez igen, igaz, ez későn. De szóval én azt gondolom, hogy akik egy kicsit is értenek ehhez a dologhoz, azok tudják, hogy egyetlen megoldás van. És amikor én ilyeneket hallgatok, ugye, hogy hagyma, meg egyéb, hát ez körülbelül olyas, mint hogy mondjuk, hogyha emlőrákja van, akkor borogassa. Tudja? És azt hallom, hogy C-vitamin, meg hallom, hogy homeopátia, meg mindenfajta cseppek, hát elnézést, hogy kicsit ki vagyok borulva, az lószart se ér. Ezzel az influenza vírussal szemben semmit nem ér. Ezzel az influenza vírussal szemben az oltás ér valamit. Csak itt az a nagy baj, hogy szerintem itt kicsit megbolondultunk. De mitől gondoltunk meg? Hát, mi ez a zsigeri félelem? Nem tudom. Nézze, szóval mi, kicsit, zsigeri ha valaki... bizalmatlanság. Hát ez. Bizalmatlanság. Tekintélyvesztés, most nézze, ott van egy országos gyógyszerészeti intézet. Azért annak a vezetősége nemzetközileg elismert szakemberekből áll. Hogyha az országos gyógyszerészeti intézet kiadja az engedélyt, ráteszi a pecsétjét, hogy ez az oltás... nincs igazi ártalmas hatása a szokásos minimális mellékhatásokon kívül, amely minden gyógyszer, minden orvosi beavatkozásnál van, és hogyha én mérlegelem az előnyt és a veszélyt, akkor ezeres nagyságrend különbség van, és akkor még az orvostársadalom is azt mondja, hogy hát kiadták, nem itt lehet tudni. Na most ez a teljes bizalomvesztés és a teljes tekintélyvesztés, tudja, itt megint hallgattam ezt az urat. Hát az, hogy ma nem 35 évig élünk, hanem 70 valameddig, azért az döntően az oltásoknak volt köszönhető, hogy a világjárványokat kiküszöböltük. Az, hogy ma a kisbabák közül nem minden harmadik hal meg az egyéves születésnapjáig, mert a diftériától kezdve a többit mind sikerült megelőzni, ez mind az oltásoknak köszönhető. Na most az embereknek erről fogalmuk sincs, és hát ugye az is igaz, hogy tényleg hál' Isten 62-63 óta nem volt ilyen világjárvány,
azt is el kell ismernünk, hogy váratlan dolgok is értek minket, mert azért ilyen pusztítás a várandósok között még nem volt. Más ez a betegség lefolyása, mint a szokványos. Ez sokkolja is egyébként az embereket, hogy gondolom, hogy hát én most megmondom, nem bánom. Nem, hát ebben az esetben... nem lehet másképpen szót érteni az emberekkel, hogy majd halljanak meg, mert sajnos még sokan fognak meg halni. De nagyon rossz üzenete volt annak a statisztikai adatnak, mi szerint az egészségügyben dolgozók voltak a legkevésbé beoltottak. Tehát ők ugye a legrosszabb arányt ők produkálták. Igen. Tehát ugye ez az orvosok és a védőnök és az egészségügyi dolgozók nem voltak. Meg egyáltalán rájuk volt bízva ennek az eldöntése. De az miért nem volt? Bocsánatot kérek, hogy ilyen hülyeségeket kérdezek, de hát nem, gondolom ez is még talán más is. Ez érve, amit szoktam mondani, hogy ha olyan veszélyes lenne a vírus, akkor nyilván kötelező. Ha olyan veszélyes lenne a vírus, akkor miért nem kötelező az egészségügyi dolgozóknak beoltani? Igen. Jó a kérdés, mert például New York államban az az egészségügyi dolgozó, aki nem oltatta be magát, nem mehetett be dolgozni. Vagy az óvodába, vagy a bölcsödébe, aki vigyáz a gyerekünkre. Miért nem kötelező neki akkor beoltatni magát? Úgy, ha tényleg akkor? Mert hát demokrácia van, és a demokráciának most ez a szólásszabadság, hogy egyformán lehet elmondani a leghülyébb és legdurvább rémhíreket, és ott a szakember is elmondhatja a másik oldalon. Na, doktor úr, a kereszt is be kell tartanom, hát ott se relatív a piros, hanem ha piros, akkor piros. Tehát vannak bizonyos dolgok, aminél valakinek egyszer csak egy döntést meg kell hozni. Tehát kicsit döntök, vagy nem döntök, ez elbizonytalanítja persze a kétkedőket, nem? Jó, szóval én ezt tényleg meg kell mondanom, hogy nagyon-nagyon bánt ez, hogy ilyen szinten süllyedtünk, mert mondjuk Svédországban is volt vita, de jelenleg a terhes asszonyok 96%-a be van oltva. Mert azért van eszük. Jó, hát a kismamák, ugye a kismamák kerülnek kórházba, halnak meg, és veszítik el a gyermeküket, ez történt az utóbbi hetekben, mindenkit megráztak ezek a hírek. De hogy milyen érvek sorakoznak az oltás mellett, és milyen érvek ellene, ezzel foglalkozunk majd a második részben, és persze vitázunk is. A jelenlegi H1N1 vírus, ami a földgolyón kering, egy aránylag jó indulatú vírus. Hogy fog elszámolni a lelkiismeretével az az orvos, azt a 21 éves lány, aki meghalt a Kútvölgyibe, mert az orvos azt mondta, hogy ne oltassa be. Van egy lehetőség, amivel csökkenthetjük a bajokat, akkor azt nem szabad kihagyni. Tényleg érdemes lenne mindenkit beoltani, és akkor ez a probléma abszolút nem lesz. A Harvard Egyetem kutatói december elején tették közé közleményüket, mely szerint a pandémiás influenza halálozási aránya közel azonos a szezonális influenza halálozási arányával. A következő vendégem sem azt mondja, hogy ne oltassunk, mérlegelésre és gondolkodásra szeretne minket késztetni, úgyhogy vendégem Szendi Gábor pszichológus, üdvözlöm. Ön ugye azt mondja, hogy gondolkozzunk, de hogy tud egy civil ember ezen gondolkodni? Bizonyos ismeretek hiányában mi nem tudunk mérlegelni. Azt gondolom, hogy azt az átlag embernek meg kell értenie, hogy a közegészségügy az a közegészséget szolgálja, és nem feltétlenül az egyes ember egészségét. Tehát a közegészség és az egyes ember egészsége az nem mindig esik egybe. Ha csak a gyermekkori oltásokra gondolunk, akkor ugye az egyes ember, az egyes gyerek szempontjából minden oltásnak kockázata van. Ugyanakkor, ha nem oltatnánk be a gyerekeket, akkor nagyon súlyos betegségek söpörnének állandóan végig a lakosságon. Az influenza oltása kapcsolatban pedig ugye ilyen nagy összefoglaló vizsgálatok vannak. 2007-ben adtak ki például a felnőtt influenza oltásról egy elemzést, ha jól emlékszem, 38 vizsgálatot elemeztek, és arra jutottak, hogy a felnőttek tömeges, szelektálatlan oltásának nincs értelme. Azt gondolták a kutatók az adatok alapján, hogy érintettek, veszélyeztetetteknek lehet hasznos az oltás, de tömeges oltásnak nincs értelme. Akkor azt kell mérlegelnünk ezek szerint, hogy mi érintettek és veszélyeztetettek vagyunk-e? De azért bocsánatot kérek, de azért az elmúlt hírek nem arról szóltak, hogy itt fiatalokat is megtámadott ez a betegség. Tehát épp egészséges fiatalokat, nem feltétlenül csak olyanokat, akiknek valami szervi bajuk volt. Nos, van itt egy másik probléma. Az utóbbi napokban előkerült egy olyan, több olyan mutáns. Az egyik, amelyik az antivirális szerekkel szemben rezisztens, a másik pedig olyan, ami feltehetőleg a oltással szemben is, tehát a most forgalomban lévő oltásokkal szemben, ami azért megdöbbentő vagy megrázó, mert hogy a tüdőt érintő megbetegedésekben
ismerték föl ennek a variánsnak a szerepét. Ami mit jelent ön szerint? Hogy nem biztos, jelenti, hogy ez az oltás mindenre, minden típusú mutánsra védekezés nyújt. Doktor úr? Én a tegnap az Egészségvilágszervezetnek ilyen szakértője vagyok, és szoktam kapni anyagokat, és tegnap egy olyan tájékoztatást kaptam, hogy igen, megjelentek új mutánsak, de a jelenleg Európában forgalomban lévő 4 oltás ezekre hatékony. Ugye az igaz, hogy meglepetésszerűen ért minket az, hogy azért régen a szezonális influenzában azért a 65 év felettieknek illet meghalni, és ezzel szemben a mostani statisztikák azt mondják, hogy a 15 és 40 évesek között itt. De erről, ha jól emlékszem, ön publikált is, hogy elképzelhető, hogy azért már az idősek már túlmentek enyhébb influenzás fertőzéseken, és talán jobban bírják. A korábbi oltásoknak, hogy maradt valami immun emlékezete, de ami itt a legveszélyesebb az az, hogy azért egy szezonális influenza az úgy kezdődött, tehát azt hiszem sokan átestünk azért rajta, hogy végtagfájdalom, fejfájlás, másnapra magas láz, aztán később jöhettek a szövődmények, ezzel szemben itt ez a véres tüdőgyulladás tulajdonképpen a már szinte az első nap. Hát ez így van, akkor viszont, amit Szent Gyűrűs mondott, hogy léteznek veszélyeztetett csoportok. De ezek ugye tapasztalati úton mondhatjuk ezt, és hogyha most ilyen meglepetésszerű megbetegedések vannak, akkor ezek szerint nincs veszélyeztetett csoport, hiszen mindenki lehet kivétel. Nincs két egyforma ember, úgy gondolom, ugye nem csoportban élünk, igen, hanem különböző, igen, genetikailag is mindannyian mások vagyunk. Tehát éppen ezért honnan tudom én, hogy bár én egy 40-es csoportban tartozom. Jó karban lévő. Mondjuk, ezt, igen, nem mondtad. Tehát, hogy esetleg, hogy én veszélyeztetett vagyok, vagy sem. Lehet, hogy én leszek a kivétel, és akkor ilyen szempontból a felelősséggel nem is lehet kijelenteni azt, hogy én most oltassak vagy nem. Tehát erre hivatkozással. Nem? Na most az én számból még soha nem hangzott el az, hogy oltassunk, vagy ne oltassunk, mert én nem erről beszéltem. Csak ezt értem csoportomról. Hát ugye most itt az a probléma, hogy itt van például a debreceni eset. Másfél hónappal az oltása után kapott egy tüdőgyulladást. Ugye könnyen elképzelhető, a norvég eseteket is az ukrán szövetminták után kezdték újra vizsgálni, és akkor derült ki, hogy Norvégiában először torokváladékból vizsgálták csak a vírust, és ott nem találták ezt a mutánst, ahhoz a tüdőből kell mintát venni. Na most például itt van ez a debreceni eset, nem kizárt, számomra nem kizárt, hogy itt is arról van szó, hogy az illető a mutánstól betegedett meg, ami egyben demonstrálná azt is, hogy ez ellen már nem véd a védőoltás. Most ez az, hogy hagyd tegyem hozzá, mert a debreceni eset azért orvosilag már tisztázódott. Tehát egyrészt azt sosem szabad állítani, hogy aki az influenza oltást megkapta, az nem kaphatja meg az influenzát. Olyan 70%-ban nem szokás megkapni, 30% megkapja, de sokkal enyhébb. De a szövődmények ellen viszont... Csak most azt szeretném a debreceni, igen, esetre mondani, egyértelműen igazolni lehetett a tüdőből, hogy a oltásnak köszönhetően egy enyhébb lefolyású betegség volt, ami ez egy bakteriális tüdőgyulladást társul. Bocsánat, ön nagyon markásan fogalmazott, igen, hogy a kismamáknál nagyon komoly a felelősség, és hát ezt látjuk, ez az szerintem mindenkit megrázott. És azért akkor most azért engedje meg, mert az ilyen vitaműsoroknak ugye azért olyan nehéz olyan konklúziót levonni az egyszer emberek számára, hogy akkor nekik tanúságuk legyen, de azért azt hogy mondjam el, az Egészségügyi Világszervezet és minden nemzetközi szervezet most elmondja, hogy ennél a H1N1-nél, a várandósoknál három nagyon nagy probléma van. Az első nagyon nagy probléma a nagyon magas halálozás. Ugye a legújabb adatok szerint minden hatodik várandós, aki ezt megkapja, meghalhat. A második, hogy a láz, amely együtt jár ezzel a betegséggel, az a második, harmadik, negyedik hónapban drasztikusan növeli a fejlődés rendelség gyakoriságát, nem a vírus. A vírus nem tud fejlődésrendelséget okozni, de a láz igen. De például az egész várandóság alatt, ha magas láz van, akkor a gyerekeknek a veleszületett szürkehályok gyakorisága drasztikusan megnő. És a harmadik, hogyha megkapja az anya oltást, az szervezetében termelődő ellenanyag átkerül a kisbabába, és legalább 6 hónapig megvédi. Tehát az oltás véd a halálozással szembe, az oltás véd a fejlődési rendellenességekkel szembe, és az oltás védi azt a kis csecsemőt, akit egy éves koráig különben nem lehet oltani. Akkor nézzünk meg egy filmet, ami hát pont erről szól, hogy a terhes kismamáknak mit kéne tenniük. Fontos, hogy a terhes nők is megkapják a védőoltást. A statisztikai adatok ugyanis azt mutatják, hogy a várandósok esetében 8-szor nagyobb a halálozási arány, és 15-ször súlyosabban zajlik le a betegség az új típusú influenzával való fertőződés esetén.
Az oltás fontosságát az is alátámasztja, hogy a kismamák a gyermek egészségének védelme érdekében nem kaphatnak gyógyszereket, és az igénybe vett immunrendszerük nehezen veszi fel a versenyt a korral. Van egy lehetőség, amivel csökkenthetjük a bajokat, akkor azt nem szabad kihagyni. Tehát az, hogy tudjuk, hogy aki nem kapott védőoltást, ide kerül hozzánk, nagyon súlyos szövődményekkel kismamák, nagyon súlyos szövődményeket kapnak. Én úgy érzem, hogy ezek után, amikor már itt vannak a példák, sajnos tragédia történt, vétek ezt a lehetőséget a védekezésnek, hogy védőoltást kapjanak elkerülni. Gál János, a Kútföldi úti kórház főorvosa, ő is be van oltva. Ez az intézmény elkönyvelhet egy kudarcot és egy sikert a H1N1 eddigi történetében. Sajnálatos módon itt volt ugye az első kismama, aki napok alatt meghalt. Tehát láttuk azt, hogy mennyire agresszív ez a vírus, és tényleg amit jelenleg el lehet követni intenzív osztályon érte, ezt világszínvonalon mondom, tehát az ECMO kezelés, azt ugye nem alkalmazták eddig, ami azt jelentette, hogy a vérét kivezettük igazából, ott oxigenizáltuk és adtuk vissza a szervezetnek, azt is megpróbáltuk az intenzív terápiának az egész tárházával együtt, és ennek ellenére csütörtök délután érkezett ő, és keddenre meghalt. Tehát annyira rapidan és annyira gyorsan végzett vele a vírus, hogy ez megdöbbentő volt, és őnek is csak egynapos panaszai voltak. Van sikertörténet is, az a kismama, aki bekerült hozzánk, császármetszés, megszületett a kisbabája, vérzéses pneumóniával, tehát tüdőgyulladással jött, gépre kellett tenni, de most már 48 órája levettük gépről, teljesen jól van, beszélgetünk vele, és ha így halad az állapota, remélhetőleg ki tudjuk adni. Ha a mama beoltatja magát 2 héttel a szülés előtt, vagy korábban, akkor a méhlepényen átmennek az ellenanyagok, amit az ő jó egészséges immunrendszere termelt, mert azt nem károsítja az immunmoduláció az újszülöttbe, és akkor az újszülött 6 hónapig védettséggel rendelkezik a vakcina vírus, tehát a vírus fertőzés ellen. Berencsi György virológus szerény szavaival az a vád, hogy a vakcina nem kipróbált, aljas hazugság. Ugyanis ezt az eljárást alkalmazzák évtizedek óta az ellenanyagok kifejtésénél. Azóta 20 millió magyarországi lakos lett beoltva minden következmény nélkül. Ezek mellett számos előnnyel rendelkezik a magyar oltás. 12 gyár közül csak 2-nek lett olyan az oltóanyaga, amiből egy oltás megelőzi a betegséget, és ebből az egyik a magyar vakcina volt. Az összes többinek 2 oltás kellett ahhoz, hogy kialakuljon az immunitás, mint ahogy most a külföldön elérhető influenza vakcinákból is 2-szer kell egy 2 hetes időközben beoltani mindenkit, hogy amíg kialakul az immunitás. Doktor úr, valamit megmondott, hogy teljesen egyetértek természetesen, csak amit szeretnék elmondani, mert ugye mondom, ma is 4-en voltak nálam, és amikor kérdezem, hogy az orvosuk miért mondta azt, és mivel indokolta? Mivel? Hát 2 azt mondta, hogy semmivel, másik 2 azt mondta, hogy higany van az oltóanyagban. Na most ez megint egy akkora butaság, mert valóban 1960 óta minden oltóanyaghoz tesznek egy olyan kémiai anyagot, amivel ki lehet védeni, hogy az esetleges, a gyártás során bekerülő fertőződést megakadályozza. De amikor ez lebomlik, az egy etilhiggany, amit azért minden szakember tud, hogy teljesen változatlan formában ürül ki a szervezetből. Tehát egy mikrogram nem marad bent. Tehát amikor itt áll a szakemberek autizmussal, jön hozzám valaki, és azt mondta a várandós, hogy neki a közveti orvos azt mondta, hogy lehet, hogy még ő is autista lesz, 32 éves. Tehát ilyenkor csak úgy ül az ember és hallgat, most ugye ezt azért merem ennyire határozottan állítani, mert megint csak az Egészségügyi Világszervezet közzétett, a Magyar Immunológiai Társaság közzétett egy nyilatkozatot, hogy ez a higgany dolog, ez egy teljesen megalapozatlan rémhír. Csak az a baj, tudja, hogy azért az embereknek olyan a lelke, hogy a rémhíreket sokkal inkább érzékelik, mint a jó híreket. Hát igen, ez a félelem, a bizonytalanság, illetve hát a bizalomvesztés. Jó, de én azt gondolom, hogy egy picit most itt professzor úr jött a tekintélyekkel, nem gondolom, hogy ezek tudományos érvek. Tehát itt
ez a film is, hát nekem, bocsánat, de egy propaganda filmnek tűnt, itt még valakit még hazugnak is neveztek, egy immunológus, nem ismerem, tehát én most nem védem ismeretlenül. De hát itt rengeteg kérdés fölmerül, akár a higannyal kapcsolatban is. Sajnos nem ilyen derűs a kép. Ön mit gondol a higanyról? Hát most 2009-ben megjelent egy vizsgálat, 13 makákó újszülött kismajmot beoltottak egy embereknél használatos hepatitis B elleni oltással, ami Amerikában a újszülötteknek beadnak. Ebbe annyi higany van, kevesebb higany van, mint mondjuk a magyar oltásban, és azt tapasztalták, hogy nagyon komoly károsodás következett be ezeknél a kismajmoknál, olyan reflexek kimaradtak az oltás hatására, ami a természetes körülmények közt a halálukhoz is vezetett. Most ha ezt vajon olvassa a Csonkaban, akkor igen. A bűnös élben nem tud ezt egyet. Ez a higannyal kapcsolatos kérdések, például, ami felemerült többek között, azok miért csak most merülnek fel, miközben 30-40 éve, nem tudom, vannak védőoltások. Tehát azt tényleg ezt nem értem, hogy az orvosok miért most tartják fontosnak, és most nem őre célzok, hogy ezzel ijedelmet és pánikot. Hát most én azért hagyd mondjam, hogy 1980 és 1996 között mi 37 ezer olyan terhest értékeltünk, aki átesett influenzán, és ezen olyan 10-15% kapta az oltást. Nyomon követtük a gyerekekkel. Az ég egy világon semmi baj. Nézze, a tudományban, ha maga nyomozza az irodalmat, mindenre talál pro és kontra. De hál' Isten azért vannak, én hiszem azt, hogy vannak olyan tekintélyes nemzetközi szakértő bizottságok, akik az egyes véleményekkel szemben, mert mondom, mindenre lehet találni pró és kontra érvet, hogy azért mégiscsak ki kell alakulni egy közös konszenzust, és én azt gondolom, hogy az Egészségügyi Világszervezet bizony az egy olyan tekintélyes szervezet, ahol a világ legjobb szakemberei dolgoznak, és én azt elfogadom, és nem fogadom el azt, hogy itt megjelenik, vagy ott megjelenik valami, és attól mondjuk rémhíreket kell érteni. Én lehet, hogy így vagyok egyébként, de azt gondolom, hogy ez már a média felelőssége. Tehát, hogyha ezek a nagy tekintélyű emberek szépen leültek volna egy papírral a kezükben, ami rajta vannak ezek az iszonyatos chip követő, meg DNS módosító, meg mindenféle maraság. Tehát, hogy ezt elmagyarázták volna közérthetően, akkor nem itt tartanánk. Mondom, lehet, hogy lehetne ezt máshogy kommunikálni? Igen, most itt támad föl az a, itt jelentkezik az a probléma, ami például a közegészség és az egyén egészsége között van. Tehát a közegészség megkívánhatja azt, hogy higany ide, higany oda, oltsuk be a gyerekeket. Az egyes anyák viszont joggal aggódhatnak azért, hogy ez esetleg károsítja az gyereküket. Na, ezt a kettőt hogy lehet összehozni akkor? Mert én most, mint egyes anya, de mint a média felelőssége és mint közegészségügybe tartozó, hogyan döntsek? Most nézze, erre hagyd mondjuk. Nincs jó válasz. Ez nem igaz. Szóval azért, elfogadom, hogy a közegészségügy egy általános népességre vonatkozó tanácsadásra jár. Általános azért most én hagyd mondjam magának, azért sajnos én most már lassan 50 évet csinálom ezt a szakmát. Soha nem találkoztam olyan gyerekkel, aki mondjuk az influenza oltás után valami baja lett volna. Rengeteggel találkoztam rubeola vírus után, bárányhimlő vírus után, citomegaló vírus után. Tehát azért higgyen nekünk egy kicsit, hogy azért úgy nagyjából már kiismerjük magunkat ebbe a világba. Tehát az, hogy most az a szegény kis anya, ugye, aki most ezt mondják neki, hogy esetleg a higgany miatt lesz valami baj, de azért akkor mondjuk el, hogy ha ő várandós lesz és megkapja, akkor milyen gyakran meghalhat, hogy 50%-kal nő a nyitott gerinc, az agyhiány, a szívrendellenesség, az ajakhasadék, a szájpadhasadék, mert ezek mind lázzal kapcsolatosak, és mondjuk el azt, amit a Berencsi doktor is elmondott, hogy még a csecsemőjét is megvédi. Itt a professzor úr az előbb, már bocsánat, hogy így mondom, de csúsztatott, amikor elmondta, hogy milyen veszély leselkedik a terhes kismamákra, és utána rögtön úgy állította be az oltást, mint hogyha ezzel minden meg is lenne oldva. Egyelőre nem tudjuk, nincsenek statisztikák, én nem találtam rá, hogy mondjuk a megbetegedettek között mennyi az oltott és mennyi a nem oltott. Tehát egyáltalán nem biztos. A másik gond, hogyha ez a mutáns, amiről beszélek, ez valóban, most a legújabb vizsgálatok azt mutatják, hogy eddig észrevétlenül terjedt, mert hogy tüdőből lehet azonosítani. Én nem vennék rá arra mérget, hogy például azok, akik nálunk Magyarországon meghaltak ilyen tüdőkomplikáció következtében,
azoknak egy része vajon nem ettől a mutánstól fertőzöttek-e meg. Akkor viszont őket vádolni azzal, hogy lám, azért haltatok meg, mert nem oltattátok be magatokat, ez tévedés. A másik, ami szeretnék mondani... Most gyarogod, ezért minden magyar halottból kimutatták a H1N1-nek azt a változatát, amelyel szemben az oltóanyagot előállították. Hát ez közzéteszi a közegészségügyi hatóság. Jó, hát most vagy igen, vagy nem. Hát és ezen kívül... Persze, ilyen alapon, hát jó, nekem hát ez a gondom. A norvégiai hát... betegekből is kimutatták először a normál H1N1-et, majd amikor az ukrán példa nyomán fölmerült, hogy esetleg a tünetek alapján esetleg a mutáns fertőzte őket meg, akkor újra megvizsgálták őket, és kiderült, hogy a mutáns ott van bennük. Jakab tehát... Zsuzsa, aki hát most lesz január 1-től az európai WHO igazgatója, az itt jár két hete Magyarországon, az ő emberi voltak kint Ukrajnában, és azt mondta, hogy ez teljesen ugyanaz a H1N1, mint ami Európában. Jó, hát most ez már tévedés. Az le, mint most, mostanában, hogy hallgatom önöket, mind a ketten nyilván elismert szakemberek, ha most kéne döntene, megint fogalmam nem lenne. Igen, hát ez a rossz. Fogalmam nem lenne, mert mind a két oldalnak nyilván vannak érvei, amik esetleg helyesek lehetnek, nem tudnám mit csinálni. Azért ez a nézzük ennek egy picit a jó oldalát is, tehát tényleg valóban a demokrácia, meg a szólásszabadság, megnehezíti a dolgunkat, de ugyanakkor mégiscsak felnőtté is tesz minket, azért ezt tegyük hozzá, mert megvan az a lehetőség. Most lehet, hogy éppen az a jó, hogy utána kell nézni, nem tudom. Lehet, hogy éppen az a jó, de hogy ezen el kell gondolkozni. Az más kérdés, így van, hogy a cikkeknek egy jó részét te a te ismeretanyagoddal nem tudod értékelni. Így van. Bocsánat, ez olyan, mint a tőzsde. Olyan. Ahhoz értünk. Konkrétan igaza van, nagyjából olyan, igen. Ne kéne jósolnom, hogy mi lenne a jó döntés, de ez majd egy hónap múlva derül ki. De hát szakemberhez fordulok. A szakember se tudja bejósolni, csak esetleg jobban. Most a beszélgetésünk végén egyszerűen, mert a műsoridőnk is ennek majd gátat szab, és ennek azért a politikai hátteréről is kell majd beszélnünk. Ez is tényleg kíváncsiuk, hogy beoltatta. Doktor úr beoltatta magát? Természetesen. Gábor? Én még nem. Még nem? Azt mondta? Igen, mert én azt mondom, hogy minden új információt újra megfontolok. Nem ideológiai okokból nem oltattam be magamat. Most azt gondolom, hogy ez a járvány, ez enyhébbnek tűnik, mint akár egy szezonális járvány. Leszámítva a tragikus eseteket, amikről megint csak nem biztos, hogy ez a H1N1 okozta. Tehát én azt gondolom, hogy én egyelőre szedem a D-vitamint, és megpróbálom. Én azért hagyd tegyem hozzá, hogy azért én arra szeretném kérni, aki minket néz, hogy azért higgyenek egy kicsit a nemzetközi orvosi tudásba, és mondjuk a magányos cowboy véleményekkel szembe azért a nemzetközi konszenzusért az egész nemzetközi orvostársadalom felelős. Egyrészt a vélemények, a hozzászólások, meg a szakemberek elmondott érvei alapján úgy gondoltam, hogy nem kockáztatok, és beoltattam magam, ráadásul mind a két oltást beadattam magamnak, jobb kar, bal kar. Az a helyes. Hát, egy hagyományos. Az a helyes. Tehát én is azt gondolom, életemben kaptam éppen elég védőoltást, és nem csak gyerekkoromban, amikor mentünk Távol-Keletre, akkor is kellett. És mit tudhatom, hogy annak lesz neke 5-10-15 év múlva, ez egy érv, hogy esetleg majd 20 év múlva mi lesz. Ezzel nem foglalkozom. A mai nappal foglalkozom, és azzal, hogy tudjam dolgozni. Én már hoztam egyszer egy ilyen döntést, amikor ugye Afrikába és a Távol-Keletre kellett utaznom, akkor egyszerűen nem volt kérdés, hogy be kell magam oltatni, és akkor én felmértem, hogy én mostantól párizsi tehetek a szemétdombom, mert körülbelül ennyi oltást kaptam. De most újból fennállt ugye a félelem, egyrészt a kamasz gyerekeim vannak, másrészt pici gyerekem van. Tehát minden oldalról itt volt a dilemma. Őszinte leszek, beoltattam magam, de csak azért oltattam be magam, és tényleg ez a dilemmám, mert megkérdeztem az orvos barátaimat, és azt gondoltam, hogy valakinek hinnem kell. Ha nekik nem hiszek, akkor hogy fogom megkérdezni őket a következő problémámnál, amikor is telefonálok nekik. Tehát vagy konzekvens vagyok egy döntésben, és azt mondom, akceptálva az összes olyan dolgot, amit ön publikál, mert bennem is ott a kétely, pontosan azért, amiket ön elmondott. De pillanatnyilag a helyzet azt mondotta benne, hogy valamelyik érzelmi döntésemet meg kell hozni, tehát beoltattam magam, de a kérdés továbbra is ott van bennem, tehát én egy kételkedő ember vagyok, és szeretném megérteni, hogy mi van mellette, meg mi van ellene. Azt gondolom, hogy most már ezzel igazából olyan nagyon mélyen nem kellene foglalkozni, hiszen most megbánni már nem tudod. Ugye azt számolták ki, hogy ha 6 millió ember beoltotta volna magát, akkor nem lett volna járvány. Ami lesz.
Jó, hát millió kétségünk maradt még, ugye a sajtóban és a politika berkeiben egy másik vita is folyik, mindemellett, amit ígértem, hogy mi folytatni fogjuk, hogy mi van a háttérben, ugye valóban egy üzleti lobby gerjeszti a félelmet és osztja két részre az országot, vagy már a politika lett a vírushordozó, ezekről majd persze a reklám után beszélgetünk.